picit meleg van ide benne, de mindjárt megnézzük, hogy odakint mi a helyzet. Kíváncsi vagyok, hogy hány fok van. Hú, jó az idő. Gyerekek, a hőmérséklet, hát mintha 40 fok körül alakulna. Jó lesz ez, és még dél sincs. Úgyhogy igazából lehet, hogy egy picikét menni fog még ez a hőmérséklet felfele. Komolyan mondom, már csak a tengerpart hiányzik innen, és akkor minden megvan. Minden megvan. Most pedig megyünk... Hova megyünk? Bár tudnám hova, de hova, de hova, de hova megyünk. Találkozni a lányokkal. Oda. Ja, meg inni egy kávét, ami nagyon fontos. Kezdjük a hétvégét egy jó kávéval. Az idei nyár talán a legmelegebb heteit éljük meg. Igazából most is körülbelül olyan 38 fok körül lehet a hőmérséklet, ami egy picit megviseli így az embert már a második hét alkalmával. Reméljük, hogy jönni fog rövidesen valami enyhülés. Amíg távol voltunk, addig újdonság történt itt a városunkban. Nekünk is van egy... Micsodánk van? A selfie pontunk. Ide kialakítottak a fürdő elé, Makón a fürdő elé egy ilyen selfie pontot, ami ilyen szép, sárga Makó feliratból áll. Szóval itt vagyok, nem tűntem el, nem is fogok eltűnni. Most rengeteg okot felsorolhatnék, hogy miért volt ez a nagy hatásszünet. Igazából sok oka van neki. Mondhatnám a kamerát. A kamerát azt még mindig nem sikerült megjavítanom teljesen 100%-ig, mert most még mindig fejjel lefele látom magam benne. Az érintő kijelzője az abszolút nem működik, tehát ez is nehézségeket okoz. Azt gondolná az ember, hogy nem is annyira szükségesek ezek a dolgok, de amikor megszokod és használod, és utána nincs, elromlik, akkor aztán nagy a gond, mert ugye meg vagy szokva vele, hogy akkor jössz rá tulajdonképpen arra, hogy mennyire megkönnyíti a dolgodat, mennyire jó dolog az. Egy biztos, hogy vlogok lesznek. Azt most nem tudom megígérni, hogy napi szinten, mivel azonoknál fogva, hogy egyszerűen átcsoportosítottam a figyelmemet a munkára. Úgyhogy a vlogokkal most körülbelül így állok. Továbbra is lesznek vlogok, marad a vlog, csak nem minden nap. De azért igyekszek minél több videót feltölteni. Őszintén megmondom, nektek nagyon hiányzott, hogy töltsek fel vlogokat, de sajnos a szituáció és a helyzet úgy hozta, hogy azért a munkára is oda kell figyelni. De azért ígérem nektek, hogy igyekezni fogok, és tölteni fel tartalmat, amilyen sűrűn csak tudok. Most viszont indulunk le a Marospartra. Itt vagyunk lent a Marosparton, és a nap hátralevő részét tulajdonképpen egészen este 7 óráig, amikor ugyanis fürdetjük Sophie-t. Itt vagyunk lent a Marosparton, és a hátam mögött előkészületek folynak, egy jó kis bográcsos, gulyás leves elkészítéséhez, amit a lányok elkészítenek mindjárt a belevalót, meg is nézzük, hogy állnak. Hát úgy nézem, hogy állnak, de a belevaló nem készül, viszont a borocska az... Tervezzük a nyaralást, ne haragudj! A borocska az elég hamar fogyogat, nem tudom, hogy van-e még. Valaki megitt az én poharamból. Valaki? Ki lehetett az? 14, 15, 15.
Igen, a borok azok nagyon gyorsan fogynak, és mindig valaki megissza a másikét, úgyhogy ez nálunk így szokott működni. Megyünk nyaralni a Balatonra. Hova? A Balatonra. Mikor? Egy hét múlva. Ja. Jó? Tökéletes. És te itthon maradsz Sofival. Így. Ki van itt? Gabit csak így veszük fel a... Rácson keresztül. Rácson keresztül. Szerbusz, Sofi. Gabi, hogy bírod a vlog nélkül? Nehezen, nagyon nehezen. Minden este álmatlanul alszok el. Reggel felkelek, hogy vágyakozok, bár látnék egy vlogot, de nem látok. Gabriellának az őszinte vallomását hallottátok. Amennyiben ez őszinte volt. Az alapja most már benne van a bográcsba, a kis tökfödőbe. Még van itt jó pár zöldségecske, ami még ezután fog belekerülni. Ha Gabó összeaprította őket. Így van, igyekszem. Ügyesen Gabó, elne vágd az ujjad. Nehogy lesérülj itt nekem. Ital. Na, valaki megitt a Gabinak az italát. Ki volt az? Te voltál, Gabó? Az ez nagyon felettébb gyanús. Az biztos? Hát azt kell mondjam, hogy itt a tűz mellett igencsak meleg van, de itt a tűznél szerintem bőven van 40-40 párhány fok, még mindig. Úgyhogy ide készítettem a slagot. Ha netán valami probléma lenne, akkor időben be tudjak avatkozni. Hát nem tudom, hogy mennyire tudna megmenteni ez a kis slagocska, de azért biztonság kedvéért azért itt van. A few moments later. És elkészült a finom gulyáslevesünk, úgyhogy ezúton szeretnék tőletek érzékeny búcsút venni. Nem hosszú időre, nagyon rövid időre, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Ja, extrém meleg van ma, nagy a hőség, az ember csak izzad. Azért 42 fok, az 42 fok, az a helyzet. Hűtsétek magatokat, igyatok sok vizet, folyadékot, és találkozunk hamarosabb. Izzadós vagyok, ez van, izzadós vagyok.